A 100 P plusz klubgazda szervezet elnöke Vojislav Malesev a tanyugnak kijelentette, hogy a földművesek üdvözlik az államvezetés döntését, de addig nem oldják fel az útzárlatot, amíg a vonatkozó rendeletet hivatalosan írott formában készhez nem kapják. Mink várunk, hogy ez hogy lesz leírva, hogy ne derüljön ki, igen, lesz 14 ezer, lesz 100 hektárig, de végén csak 5-en kapnak. Úgyhogy mink nem tudunk hazamenni, minden termelő, aki kiment traktorra az útra, akari, hogy pontosan tudja, ha mén haza, hogy ő mikor ebbe az évbe tud megvalósítani azt, amire össze is számított. A gazdaszervezetek délelőtt 5 kitételes követeléscsomagot küldtek Mirko Cvetkovics kormányfőnek. Ebbe belefoglalták, hogy a tavalyi évi növénytermesztés támogató rendelet kitételei maradjanak érvényben, azzal, hogy a támogatásigénylési kérelmeket június 10-től lehessen átadni, a kifizetésük pedig legkésőbb 30 nap alatt történjék meg. A támogatásigényléshez mindenkinek csupán a 2010-es nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékot kelljen törleszteni. Hát itten csak akartunk segíteni a kormánynak, ha már írja ezt, hogy ne legyen félreértve, mink itten pontosan akarjuk, hogy a őszi vetésig ezek a támogatások ki legyenek fizetve. Amit valamit hallottuk hírekből, hogy ez 8 rátára, meg nem tudom mikor, ez nekünk már gondoljuk, hogy nem felel meg, hanem akarunk, hogy minőségesebben elvessük őszre, akkor, hogy addig ki legyenek fizetve a támogatások. A gazdaszervezetek követelik még, hogy a rendeletek a vidékfejlesztési stratégia összes kitételét is szabályozzák. Továbbá, hogy EHO 5-éig oldják fel a búzakiviteli tilalmat, azonnal függesszék fel a vidékfejlesztési főfelügyelőség leépítését, és követelik még, hogy a traktoros felvonulás résztvevői ellen ne indítsanak se bűnvádi, se kihágási eljárást.